Na figyeljétek ezt a gyönyörűséget, ezt összenyomkodtam a krumplit, látjátok? Ezt az egészet összenyomkodtam simán ezzel a lapáttal, és akkor most mehet rá a tészta, és ezt szépen összekeverjük, hopp, még egy. Na! Na! Oké. Na itt a kis végeredményünk, most még erre ráöntöm a maradék kacsa zsírt. Ó, gyerekek! Végül ugyebár jöhet a petrezselyem, ahogy azt megszoktuk. Hát láttatok már ilyen gyönyörűséget? Már ne is haragudjatok meg a kérdésért. De ezek a kacsacombok, ezek olyanok, hogy ezek belül puhák, kívül ropogósak. A krumplis tésztánk az meg nem-e világi. És akkor mi most szépen fogjuk, kiszedünk egy kacsacombocskát, és szedünk mellé a tésztánkból. Ez amúgy karácsonyi vacsorának is tök jó, gyerekek. És egyszerű, látjátok, hogy milyen egyszerű volt ezt összerakni? Egyáltalán nem nehéz megcsinálni. Na most én ezt megkóstolom. Mert én azt nem bírom ki, hogy ezt ne kóstoljam meg. És utána folytatjuk a sztorinkat, mert ott hagytuk abba, hogy hol van a magyarok istene. Ugye, hol van a magyarok istene? Erre most már nagyon kíváncsi vagyok. Én erre most már nagyon kíváncsi vagyok. Jobb már takarózzak be, mert most jól laktam magamnak, azt úgy befeküdtem, majdnem nem folytattam a videót. Tudjátok, amikor nagyon belaktok valamivel, és akkor elmelankólikáztok magatoknak. Itt voltam magamnak. Még az előbb sütött a nap, most esik az eső, fúj a szél. Paprika Jancsi üldögél. De én így voltam magamnak. Me, myself and I, that's all I got in the end, that's what I found out. Be voltam magamnak izélve. And it ain't no need to cry, I took a bow that from now on. I'm gonna be my own best friend. Got me, myself, and I know that I will never disappoint myself. Na jó van, folytatjuk, vagy mire? Halljátok ezt a izét? Halljátok ezt a rendes forgószél? Kajakra. A magyarok istene! Na, magyarok istene, hol vagy? Várjatok? Igen. Egyszer sem mentél el. Aha, na most Pista határozta, hogy ő bizony majd megmutatja, hol van a magyarok istene. Én mondtam neki, hogy szerintem nem kellene ezt ennyire komolyan venni, de kötötte az ebet a karóhoz. De most ő mire gondol, hogy most tényleg, most úgy viccen kívül, mert viccelődünk meg minden. De hogy ő megmutatja? És melyik volt az? Pisti? Pista volt az utolsó láncszem, akit utoljára ismertél meg. Azt mondta, van időnk, úgyhogy bármi jöhet. Kb. 3 óra múlva sikerült nekem is. Néztem is, hogy tudja csinálni egy ideig. 3 óra múlva mentél el! 3 óra az több, mint egy repülőút innen Magyarországig. 3 óra alatt megszűsz egy gyereket. Én legalábbis igen, tudom, másoknak ilyen 14-15 órák. De én most megint csak magamról beszélek. 3 óra alatt elintézel egy válást. Egy esküvőt. 3 óra. Ez kitartó volt. Na, az biztos. A magyarok is. Na jó, akkor jó. Többször eszembe jutott korábban is, hogy mekkora szerencsém volt, Józsi vagy Feri el is rabolhattak volna, meg erőszakolhattak volna, mindketten idősebbek voltak nálam. Igaz, Feri csak 6 évvel. Józsi meg 15-tel, ugye? Aha. Pista ugyanabban a városban lakott, mint én, ő nem jelentett nagy veszélyt, gondoltam. Az igazi tanulság, viszont szerintem nem ez, nem a szex vagy a vakon megbízás egy idegenben,
Az elején említettem, hogy rosszul voltam alkalomattán. Gimi utolsó előtti évében jártam pszichológushoz, mert derültek ki olyan dolgok a családban, ami kiválthatta ezt a dolgot. Ide figyeljetek! Sokszor bizony, képzeljétek el, hogy nekem is még a mai napig szokott előjönni olyan, hogy olyan szintű gyomorgörcs, hogy nem tudok mozdulni. És én már próbáltam arra fogni, hogy a sütőtök, a fokhagyma, a sült hagyma, a vaj, a nem tudom. És lehet, de én millió százalék biztos vagyok benne, hogy van mögötte valami trauma, vagy valami ilyesmi. Mert az esetek 95%-ában mondjuk azt, amikor ilyen semmiből jövő tüneteitek vannak, és legyen az, hogy a bőrötökön, hogy kicsapódik a bőrötök, vagy belül valamitek fáj, és egyszerűen nem tudjátok az okát, az nagyon sokszor lelki okokból ered. És akkor hiába keresitek azt, hogy fú, mit ettem, vagy mire vagyok allergiás. Tudod, mire vagy allergiás? A környezetedre, azokra a buzikra, akik körbevesznek. Azért vannak tüneteid, anyukám. Úgyhogy itt hiába hagyod ki a tejet, vagy a cukrot, vagy tudja a tököm, hogy mit. Egyes embereket kell kihagyni az életedből. Nem a vajat. Nem a vajjal van a baj. Nem a vajjal van. Nem. Na szóval, nem éreztem, hogy segített volna. Zárkózott voltam, határozott is, de mikor ismerkedni kezdtem, nyitottabbnak éreztem magam. Eltelt azóta 6 év, az idei évben csattant az ostor vége. Éppen munkahelyváltásban voltam, a rosszuléteket megismertem, megszoktam, tudtam. Kezd elmenni a hangom, látjátok, miről beszélek? Tudtam, hogy mikor jön, és mennyi idő még elmúlik. Ugyanígy vagyok én ezekkel a gyomorgörcsökkel. Amíg bele nem alszok a fájdalomba, ha megtehetem, meg 2 gyerek mellett azért. Basszus, rendesen, van kint egy ilyen kanapé, most fújta el a szél a helyéről. Ez komoly. Szóval, itt kint tényleg, halljátok, világvége van, én meg e-maileket olvasgatom. Mintha mi sem történt volna, de jól laktam. Me, myself, and I, that's all I got, and the Na, tehát, hogy én is már tudom magamról, amikor jön egy ilyen gyomorgörcs, akkor én abból bele kell aludjak. Ne nézzétek, a gyerekek voltak, ez kinder csoki. Tehát, hogy bele kell aludjak, és ha elaludtam, mert mozdulni nem bírok tőle, szó szerint, akkor amikor felkelek, utána jól vagyok. Tehát ahhoz nekem el kell aludnom, valami magzatpózba, hogy elmúljon nekem ez a gyomorgörcs, képzeljétek el. Úgyhogy ez ilyen megismered, tudod, amikor már érzed, hogy jön valami ilyesmi, akkor tudod, hogy mit kell csinálni, egy idő után megszokod, sajnos szó szerint, igen, ezek ilyenek, ezek a dolgok. Hol tartottam? Igen, megszoktad minden. A váltás nem sikerült, számomra addig ismeretlen tüneteket produkáltam. Jelenleg is terápiára járok, és elég gyorsan kezdem felismerni a történteket, és megérteni, mi miért történt. Egyébként a terápia, sokan azt hiszik, hogy fú, az bolondoknak való, mindenkire ráférne egy kis terápia. Vagy legalább eljárni egy pszichológushoz, akinek kimondod, hogy mi nyomja a lelked, és a dolgok mögé tudsz nézni, hogy mi miért van most úgy az életedben. Lehet, hogy tökre gyerekkorig visszamenőleg, abban nem megyek bele, hogy amikor anyád hasába voltam, már odáig visszamenőleg lehet rájönni dolgokra. De össze tudod rakni a kirakóst a fejedbe, hogy most mi miért van úgy, ahogy van, hogy tudsz dolgokat megoldani a saját életedbe, szóval az egy jó dolog amúgy.
Mikor ismerkedni kezdtem, én csak azt akartam, hogy találjak valakit, aki mellettem lesz. És ez már a harmadik ilyen kijelentésed, hogy te neked csak kellett valaki. Hogy te neked szerintem nem volt soha életedben egy olyan ember, beleértve a szüleidet, de most lehet, hogy hülyeséget mondok, de én nekem ez jön le, hogy te azért mentél bele szexuális kapcsolatokba, vagy mindenfélébe, csak hogy legyen valaki, mert sose volt senki úgy igazán melletted, hogy azt mondtad volna, hogy na ez az ember, ez jobban, rosszban, ez minden. És most nem csak párkapcsolatról beszélek. Nem volt egy olyan ember, akire te támaszkodhattál volna, akire azt mondhatod volna, hogy ez az ember bármilyen formában is, de ez az ember szeret engem. És amikor azt mondom, hogy szeret engem, akkor követelések nélkül, tehát hogy nincsen semmi kikötése annak, hogy szeretem, mert ezt meg azt teszi, értem, csak szimplán szeretem, mert szerethető, mert szeretni való, és én ezt a nőt, ezt a lányt szeretem. És neked ilyen nem volt az életedben. És a legkönnyebb módja annak, hogy úgy érezd, hogy valaki törődik veled, az az, hogyha odaadod a tested egy férfinak, mert a férfi arra rá fog kapni, a férfiak ilyenek, és akkor arra nem tudom, 20, 30, 40, 50, 60, 78, 3 órára, vagy 60 percre, tök mindegy, úgy érezheted, hogy itt ez a férfi, és én az ő kezei közt vagyok, és ez nekem jó érzés, mert valamilyen szinten biztonságban érzem magam, vagy nem tudom ezt, hogy magyarázzam nektek, de szerintem el mögött valami ilyesmi állhat, ami a te lelkedben lejátszódhatott, meg az agyadban, de szólj rám, ha hülyeséget mondok. Na jó, innom kell valamit. Hú! Hú! Szóval számomra is nagy és nehéz felismerés kellett ahhoz, hogy kimondjam, ez így nem mehet tovább. Én abban a hitben voltam, hogy egy koncertteremben, étteremben mindenki rosszul van. Az evés régóta probléma volt nálam, csak otthon a saját környezetemben tudtam rendesen enni. Számomra ez volt a normális. Már az első terápiás ülésen szembesítettek vele, hogy szorongok, és aztán pánikrohamaim is voltak. Szörnyű volt hallani, hogy az én megszokott kis világom, ha még néha kicsit rossz is, nem az igazi, nem a természetes. Az emberek nincsenek mindig rosszul. Bár azt hittem, jó családban növök fel, nem éheztünk, voltak játékaink, ruháink, volt fedél a fejünk felett, viszont érzelmileg teljesen üres volt az egész. És ezzel hányan, de hányan vannak így, hogy egészen a sírig azt hajtogatják, hogy ők egy jó otthonban, jó családban nőttek fel, csak azért, mert ez a jó magyar szokáshoz híven bele lett verve a fejükbe az, hogy az anyjuk meg az apjuk, ha bármilyen kritikát akár felismertek hozni velük szembe a gyerekeik, te duguljál, te kussoljál, fiam, lányom, mert neked mindig volt fedél a fejed fölött, mindig volt mit enned, és megvettük neked karácsonyra a nem tudom melyik legót, amikor kisírtad, és akkor sokan elhiszik azt, hogy fú, hát igen, igazából nincs is okom a panaszra, mert a szüleim mindent megtettek érte. Közben az, hogy a legóval nem tudtad megbeszélni a gondjaidat, hogy az, hogy volt tányér, teli tányér előtted, de utána nem volt kivel beszélgessél, vagy a szüleidtől olyan példákat láttál, amiket továbbítottak neked, és te ezeket sajnos magadba szívtad, attól függetlenül, hogy az a kurva tányér tele volt, attól függetlenül még azt láttad, hogy két olyan ember nevel fel, akik érzelmileg a nullán vannak. Akiknek az érzelmi intelligenciája egyenlő a földdel. Akkor hiába volt tele a hasad, mert a szíved üres volt. És a szomorú. Itt elsősorban nagy a lánya kapcsolatra gondolok, soha nem beszéltem meg vele semmit, ez többször a fejemhez is vágta. És aztán jön az, hogy a szülők követelőznek a gyerekektől, te nem vagy velem őszinte, te hazudsz, te rossz társaságba keveredtél, te nem mondod el a bajaidat, hát így mit kezdjek veled? Hát bazd meg, ennek oka van. Ha egy gyerek az magától nem fogja azt kitalálni, hogy én a szülőmmel nem akarok jó kapcsolatot tartani.
És ilyenkor hiába vonják felelősségre a gyereket, ha a gyereked nem mondja el neked a gondjait, akkor te magadba kell keresgélje. Hogy én hol csesztem el, miért nem bízik bennem annyira, hogy nekem ő elmondja a gondjait. Mert egy gyereknek nincs nagyobb vágya annál az életben, mint hogy elmondhassa a szülőjének a gondjait. Mert a szülő kéne legyen az, aki ebben a nagy rohadt világban az az ember, akihez futhatok minden bánatommal a legkisebbtől, hogy fáj a bal fülcimpám reggel óta, a legnagyobbig, hogy nem tudom mekkora szív problémám van, vagy bármi. Úgyhogy nekem az senki nem mondja, hogy egy gyerek magától kitalálja azt, hogy nekem nincs kedvem a szüleimmel beszélgetni, minden oké, de nekem velük nincs kedvem beszélgetni. Engem ezen eltessetek be. Úgyhogy többször a fejedhez is vágta, néha azért próbálkoztam, de akkor nem volt megértés vagy együttérzés a részéről. Tessék, itt van a kutya elásva. Hát utána próbálkozol újra, meg újra, meg újra megbeszélni anyáddal a gondjaidat, aztán minden olyan választ kapsz, hogy lekicsinyíti a bajaidat, meg semmibe veszi, meg jön egy olyan példával, hogy neki volt ennél sokkal, de sokkal nagyobb gondja a te korodba. Ki a picsát érdekel? A lányod éppen szeretné elmondani az ő gondjait. Nem érdekel most senkit. Az, hogy te nem tudtad a te anyádnak elmondani a gondjaidat, és most a lányodon akarod azt kiélni, hogy téged se érted meg anyád, ezért most te se érted meg a lányodat, mert a te, és neked nagyobb gondjaid voltak, mint neki, ezért te leszarod az ő gondjait, mert azok a tieidhez képest a te fejedben semmi, utána meg csodálkozol, hogy a lányod miért nem mondja el a gondjait többet neked. Ugye? Én magamban alakítottam ki egy világot saját szabályokkal, ami most bomlani látszik. Ez nem jó, senki ne akarja magáénak ezt az érzést. Akár szülő, akár tini magára ismer, kérjen segítséget bátran. A gyerekek közül nem lehet mindenki olyan szerencsés, mint én, hiszen online bárki lehet a profilok mögött. Józsiról a szüleim a mai napig nem tudnak, úgy tudják, Ferivel feküdtem le. Először nagyon kérem a szülőket, ha nehéz is a kamaszkor, ha tényleg idegtépő, akkor is gondolják át, hogyan reagálnak, hiszen ha nem kapnak a gyerekek megértést, bármely korban legyenek is, el fognak menekülni, és sokszor egyenesen lefelé visz az út. Átam, hogy ezt jobban nem is mondhattad volna. Hogy hányszor kerülnek szar helyzetbe fiatal lányok vagy fiúk, most teljesen mindegy, azért, mert menekülnek a saját otthonukból, és olyan csomaggal menekülnek, ami nem jó semmire, mert otthonról nem hoztak semmi olyat, amit ők felhasználhatnának az életben olyan szempontból, hogy ne hozzanak hülye döntéseket, mert otthon egyszerűen nem kaptak olyan példát, amit ők követhetnének. Hát főleg, ha még menekülnek is el otthonról, akkor meg nyilván, akkor az a csomag egyenesen kukába való, amit ők otthon kaptak. Saját esetemben én valahogy mindig éreztem, hogy valami nem oké, láttam, hogy az osztálytársaimnak sokkal jobb a viszonya az anyjukkal, volt, hogy begörcsölt a vesém, iszonyú fájdalmaim voltak, mégsem segített rajtam, csak két gyógyszert adott érzelmileg, mikor egy kis megértésre lett volna szükség. Ja, tehát, hogy amikor te rosszul voltál, akkor édesanyád oda nyomott neked két gyógyszert, hogy vedd be, amikor igazából egy kis megértésre lett volna inkább szükséged, és azt írja, hogy teljesen nulla, pedig egy gyereknek nem lehet könnyű elviselni, ha megtudja, hogy a nagyszülője nem betegségben halt meg, hanem öngyilkos lett. És ha hiszitek, ha nem, még én voltam a szar, mert annyira rosszul voltam, hogy nem tudtam elindulni az iskolai programra, hát gondoltam, egyszer élünk, én megpróbálom elmondani. Most, hogy a pszichológusom segítségével kezdem átlátni a dolgokat, nehezebb, de érzem a változásokat. Számomra is nagyon elgondolkodtató volt rájönni és kimondani, hogy nem az öngyilkosság ténye, hanem a meg nem kapott megértés és empátia okozza az alapvető problémát az életemben. Nekem szerencsére van, aki mellettem áll és támogat,
A férjem mellett ő, az ő egész családja szívén viseli a dolgot, és segítenek nekik, el is mondok mindent. A szüleim a terápiát sem tudják, és mivel azóta nem is dolgozom, 7. hó 1-e óta, és ezt 10. hó 15-én írom, mindig küldik, ha látnak valamilyen állásajánlatot. Bár nekem azt is nehéz felfogni, hogyan nem tűnik fel nekik, kifejezetten az anyámnak, mert ő küldözgeti az állásokat, hiszen könnyen találtam volna legalább ideiglenes munkát. Egy szó mint száz, sokan produkálnak testi tüneteket, ezeket soha ne hagyjátok figyelmen kívül. Számomra is kiderült, hogy általános iskola 4.-5. osztályos koromban is voltak már rosszul léteim esténként egy időszakban. A helyzetet és mérteket sokáig lehetne elemezni, de egyszerűbb, ha az egészet inkább megelőzzük. Szülők, ti pedig különösen járjatok nyitott szemmel, ne hagyjátok, hogy a gyerekeitek máshoz meneküljenek segítségért, vagy ami talán még rosszabb, azt érezzék, hogy nem elég jók, és másnál, akár idegennél keressenek érzelmi hajlékot. Ha csak egy ember igazán elgondolkodik ezen, már megérte. További sok sikert kívánok a továbbiakban. Hát ez beszarás. Most először vagyok úgy, hogy nem tudok mit hozzátenni, mert mindent elmondott, amit kell. Nem tudok mit hozzátenni, gyerekek. Én itt befejeztem a videót, mindenki gondolkozzon el. Ez komoly volt. Ez komoly volt. És hányan vannak így? Na tessék elgondolkodni. Puszi nektek!